Világszerte ismert operaslágerek csendülnek fel Szombathelyen. A műsorban Verdi, Puccini, Rossini és Donizetti áriák szerepelnek. Erre az estére kifejezetten a tenor hangot emeltük ki, főként azért, mert a tenorra írt operaáriák a legismertebbek, és Pavarotti, aki egy személyben szimbolizálja az olasz operaslágereket, maga is tenor volt. A 19-20. Századi olasz szerzők műveit Olaszországból érkezett énekesek tolmácsolják. Ennél jobbat nem is kívánhattam volna magamnak, mint hogy tenor vagyok. Életem talán legnagyobb szerencséjének tartom, és óriási hála van bennem, hogy tenor lehetek. A három tenor második alkalommal ad közös koncertet. Nem ritkán a közönség is együtt énekel velük. A szerelem, ez az emberi érzés az egyik titok. A szerelmesek közötti távolság, ennek a leküzdése. Gyakori témája ez az operáknak, és ezekre fogékonyak az emberek, talán át is segítik őket a nehéz helyzeteken. A műsor második felében a dél-olasz hangulatot idéző nápolyi dalok világából hallhat a közönség, hol pezsgő, hol andalítóan romantikus zenei kavalkádot. A nápolyi dalok gyakorlatilag Olaszország részét képezik, egy olyan kultúrát, ami népszerűvé teszi Olaszországot, annak ellenére, hogy ezek a dalok sokszor nagyon is szomorúak. Az énekeseket a Szavária Szimfonikus Zenekar kíséri, akik néhány napja még a Bartók Fesztivál főszereplői voltak. Előző héten Bartók volt, tehát ami igazán súlyos, és hát néha kicsit depressziós is tud lenni, most egy ilyen teljesen ilyen boldog, hát egzisztenciában van a zenekar, hogy ilyen, hát igazán lelkes, olaszos, bravúros darabokat tud játszani. Az Izeumi Játékok programja szombaton a Szép Nyári Nap című Neotom musicallel folytatódik. Július 30-án pedig Miklósa Erika énekel az Izeum színpaddá alakított szentélyében.